is ismeretben. Köszönöm szépen a nagyon dicsérő fölvezető szavakat, egyébként a könyveket, amikről beszélni fogok, én is elhoztam egy oldalt, hogy esetleg körbe adhatjuk, nem tudom, mennyire jól tudom majd utána. Tehát én művészettörténészként végeztem a Pázmányon, de magyar szakos is voltam mellette. Én abszolút a két terület között mozgónak érzem magam. Én nem irodalmárkodtam igazából soha, művészettörténészként pedig fotóval hivatalosan nem foglalkoztam, hanem abszolút laikusnak tartom magam. Úgyhogy ezt előre le kell szögezni, hogy igazából inkább kérdésfelvetésnek, meg ilyen problémafelvetésnek számom az előadásomat. És akkor ezután bele is vágnék. Tehát az én témám eredetileg a fotóirodalom Budapest volt. Alcímnek azt jelöltem meg, hogy a főváros identitása, kortárs irodalom és fotográfia korrelációjában. Itt néhány könyvet fotóztam be, amik a kezemben megfordultak, és közülük választottam végül is azokat, amikről beszélni fogok. És az, hogy Budapest identitása kiderül ezekből a könyvekből, ezt a kérdést sajnos el kellett vetnem a kutatásom során, majd ki fog derülni, hogy miért, de erre igazából én nem kaptam választ. Viszont nagyon szigorúan, és én szó szerint vettem ennek a két műfajnak a keveredését, és elkezdett az érdekelni, hogyha a fotót és az irodalmat egyenrangú fiaként kezeljük, már pedig ezekben a könyvekben szerintem úgy van kezelve, akkor milyen összeadódó többletérték jött létre ezekből a keresztezésekből, illetve innentől fogva már akkor az is egy nagyon érdekes kérdés szerintem, amit szintén érintettünk már ma is, tegnap is, hogy ennek a műfai meghatározása, a szakmai feldolgozottsága, megítélés az hol tart ma a magyar területen. Igazából a könyveket, amiket végül kiválasztottam, azok egy sorozaton belül jelentek meg a Városháza kiadó gondozásában 1991 és 2006 között. Összesen háromféle szempont, a mi Budapestünk, az én Budapestem és a város arcai sorozatok. Az én Budapestemből kerültek ki ezek a könyvek, amikről fogok beszélni, ugye itt már egy vállaltan szubjektív nézőponttal fogunk megismerkedni. Itt néhány borítót mutatok meg ezekből a sorozatokból. És akkor a konkrét példák, amikről szeretnék beszélni. Az első az a szintén már említett Lengyel Péter búcsú című könyve. Ugye Lengyel Pétert nem igazán kell bemutatnom szerintem a közönség számára, posztmodern magyar irodalom egyik legfontosabb alakja, a Péterék nemzedéke. Ugye Eszterházy, Nádassal tartoznak ők egy csoportba. És a Búcsú című könyve, amit szintén én is elhoztam, ebben Merényi Endrének, az édesapának a fényképei szerepelnek. Ez volt az első olyan könyve egyébként, és szerintem az egyetlen is talán, ahol úgymond méltó partnerei lettek a fényképek a szövegnek. Neki ez nagyon fontos volt az egész életművében, hogy az édesapa fényképeit szerepeltesse a könyveiben. Az előző könyveiben, a Macskakőben, illetve a Cseréptörőben csak a borítóra, külső, illetve belső borítóra kerülhettek fel a fényképek. Egyébként szomorúan kellett azt tapasztalnom, hogy ez mennyire törékeny dolog a borítón való elhelyezése a fényképeknek, mert például a Szabó Levi könyvtárban találtam egy újra kötött példányát a Cseréptörésnek, ahol a belső borítót eltávolították, és már egyáltalán nem szerepel benne. Szegény Lengyel ezt biztos nagyon szomorúan konstatálta volna, mert neki nagyon fontosak az édesapja fényképei. És igazából én azt láttam, hogy természetesen méltán, de nagyon alapos a feldolgozottsága a Lengyel életműnek, ennek a könyvnek is. Szerencsére, de általában irodalmi oldalról közelítik meg, nem véletlenül, hiszen Lengyel Péter író, tehát alapvetően a szöveggel foglalkozó kritikákkal találkoztam. A fényképek szerepével alapvetően kevesen foglalkoztak, illetve nem igazán tudták helyén kezelni őket, én úgy éreztem,
tisztelet a kivételnek, majd erről is fogok később beszélni. Ilyen szavakkal illették egy katalógus, kiállításképpen egy dokumentarista, tehát igazából próbálták elhelyezni, de nem nagyon sikerült, illetve olyan vád is érte ezt a könyvet, hogy a fényképek és a szövegek nem kerültek párbeszédbe egymással. Én azt szeretném elmondani, hogy szerintem ez egyrészt nem igaz. Másrészt, hogyha így is lenne, akkor sem lenne szabad csodálkozni rajta, hiszen Lengyel Péter soha életében nem tudott találkozni az édesapjával, akinek a fényképeit felhasználta, tehát egyértelmű, hogy kettejük között egy időhíd, egy szakadék van, amit Lengyel szeretne leküzdeni ezt a távolságot, és igazából erre használják fel a fényképeket többek között az én olvasatomban. Illetve azáltal, hogy a szövegben egy gyermeki én szólal meg, illetve a gyerekkorba próbál visszamenni, azzal is ugye ezt a távolságot küzdi le, tehát megpróbál minél közelebb kerülni ahhoz az időszakhoz, amikor az édesapának a fényképei készültek. És egyébként olyan típusú ellentét is feszül a képek és a szöveg között, amit más könyveknél is tapasztaltam, más könyvekben is, hogy a képek azok viszonylag statikusak, csendesek, míg a szöveg az úgymond zajosabb, abban jelennek meg a szereplők, az egy sokkal dinamikusabb összetevője a könyvnek. Említettem, hogy vannak pozitív példák, körülbelül itt Misi Beatrix, akinek most nem azért dicsérem, hanem azért, mert tényleg megtaláltam a szövegében azt, amiről szerintem ennek a két műfajnak az egyesítése szól. Tehát, hogy Lengyel egyébként saját maga is kimondja, hogy tőle tanultam látni. Tehát, hogy az édesapja fotográfiai mennyire fontosak voltak az ő életében, az ő neveltetésében, az ő látásmódjának a kialakításában. Az írói mesterség alapjait is ezeken keresztül tanultam meg. Tehát a fotografikus látás, az intenzív látás, ez mind-mind nagyon fontosak, és ez szerintem például nagyon jó kifejezés, hogy egy ilyen multimediális négykeszes alakul itt ki. Ugyanakkor a Radvánszky Anikó szerkesztette Figyeljétek a mesélő ember című tanulmány kötet is nagyon fontos, ebben találhatóak az imént említett dokumentarista, meg katalógus szerű kifejezések. Katalógus az egyébként szintén visszatérő fogalom azoknál, akik megpróbálják ezeket a könyveket valahol elhelyezni, de ugyanebben a tanulmány kötetben találtam egyébként egy ellenpéldát is, ugyanis volt egy olyan tanulmány, aki egyáltalán nem foglalkozott azzal, tehát meg sem említette a kritikájában, hogy a Lengyel Péter könyvben vannak fényképek. Pedig, hogyha kinyitjuk, akkor azért elég egyértelműen megjelenik, szerintem. És azt hiszem, hogy dolgoztam is igen néhány képet, hogy hogyan néz ki. A másik könyv, amiről szeretnék beszélni, Lábas Endrétől a Táj című könyv. Ezt is majd meg lehet nézni, csak vigyázni kell rá, mert szétolvastam. Lábas Endrét nem tudom, mennyire kell bemutatni. Ő festőművészként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, egyébként író, fényképész, tehát egy nagyon sokoldalú művészről van szó. Alapvetően, bár ismert és elismert írónak tartják, nagyon szerény kritika irodalma sajnos, és erről a könyvről pedig még kevesebben írtak, pedig az ő életművében nagyon-nagyon fontos a fotó és a szöveg együttes munkája. Nem is ez az egyetlen könyve egyébként, ahol egyenrangú partnerek a szövegek és a fényképek. Egy olyan tanulmányt találtam, ahol szintén ez egy nagyon, nagyon jól megfogalmaztam ennek a könyvnek a lényegét, Falvai Mátyástól a Várospatológus című kritikát. Ezek általában az ő gondolatai lesznek, csak azért nem időzőjeleztem, mert nagyon sűrű lett volna egy vizuálisan, de ezek szinte mind az ő gondolatai, és azért is emeltem be ezeket, mert gyakorlatilag maradéktalanul egyetértek vele, és kimondta azokat a dolgokat, amiktől én is éreztem, csak nem tudtam megfogalmazni, mitől annyira komplex ez a könyv és ez a mű, hogy ugye nagyon objektíven és pillanatszerűen rendez olyan dolgokat, nem csak a fényképeink keresztül, hanem a szövegeink keresztül is. És ugye ez a kívülálló, csavargó szemléletmód is nagyon fontos Lábasnál. Falvai arról is beszél, hogy de úgyis az a fontos, amit mondok, remélem, hogy
Tehát, hogy miért nem reagálnak ezekre a könyvekre, illetve erre a könyvre, a recepció hiányát abban látja, hogy ezzel a típusú beszédmóddal, amit Lákos alkalmaz, ezzel nem nagyon tud mit kezdeni a kritikai oldalon, hogy túlságosan összetetten mesélnek a képek, hogy a szövegek fotószerűen kimerevítenek, tehát hogy a egyes műfajnak az eszközeit a másik műfajba ültetve alkalmazza, és hogy nagyon természetes, tehát szinte élő beszédmódban írja meg ezeket a kis történeteket, és a szó legpozitívabb értelmében eszköztelenség jellemző az ő írásaira, és ugye a stiláris gazdagsága, meg a szövegi sokszínűség az alapvetően nem nyelvi, hanem képi természetű. És itt szeretném ezt párhuzamba állítani azzal, amit Visi Beatrix a Lengyel Péterről értett, ugyanez, hogy ugye a vizualitás szerepe a szövegekben. És itt egy párhuzamot is szeretnék megállapítani, amit Lengyel és Lábas könyvei között felfedeztem, hogy alapvetően azt éreztem, hogy mindketten szeretnék az idő manipulálására használni a fényképeket, illetve a fénykép és a szöveg együttesét. Az egyik őjük, ugye Lengyel próbál visszaudozni, próbálja leküzdeni az elmúlt időt, hogy az édesapját tudja rekonstruálni, felépíteni, megidézni magában. Lábas Endre pedig megállítani szeretné az időt, és minden pillanatot, amit átél a városban, meg amit tapasztal, azt kimerevíteni, megőrizni az örökké valóságnak. És ő ezekből pedig a várost próbálja felépíteni, egyébként nem csak Budapestet, hanem például Lisszabont, vagy amerre éppen jár a világban. Egy összehasonlításképpen a két könyvből egy-egy oldalt mutatni. És megint egy kicsit más kontextus, de ugyanennél a témánál maradva, Török Gyöngyvér hívta fel a figyelmemet a sorozat szerkesztője például erre az aspektusra, hogy ezen a két felvételen ugyanannak a háznak az udvara látható, a jobb oldali Lábas Endre fotója ebből a könyvből, a bal oldalon pedig Kornis Péternek a fényképe látható, itt a jobb alsó sarokba kitettem ezt szintén, ami Budapestünk sorozatban jelent meg Kornis Péter udvarok fotói. Ezt pedig azért vetítettem be, mert így jöttem rá arra, ami az eredeti alcímem lett volna, hogy Budapest identitását alapvetően ezekből a típusú könyvekből nem fogjuk megismerni. Mert bár most valószínűleg evidenciát mondok, de nekem mégiscsak meglepő volt rádöbbenni, hogy igazából itt mindig a szerzőt fogjuk megismerni, akár az íróról, akár a fényképészről van szó, mert mindig olyannak fogjuk látni a várost, amilyennek ők maguk látják. És akkor még végezetül, illetve harmadikként, nem tudom mennyi időm van még, van. Ginkára és Kukorelli Endre könyve. Itt ezt főleg azért hoztam ide be, mert Kukorelli Endre szintén ugyanezzel a nézőponttal kezdi a szövegét, hogy milyen egy város, azt el szoktuk határozni. Előbb elképzelem, aztán elhatározom. Tehát ezt is csak azt erősíti tovább, hogy ez természetesen egy abszolút szubjektív dolog, és bennünk képeződik le egy város, hogy ez hogyan fog kinézni. Itt egyébként ez a picit keserédes, depresszív vonás, ez itt több műben is megjelenik. Lábas indításánál is, illetve itt a jobbal bal alsó és egy alsó sarokban Révész Tamás Budapest könyvéből. Látható, hogy olyan futó a Szabadsághídról, amiről azt írja Lebecker Iván, hogy hát ez az a kép, amit utoljára lát az, aki éppen készül leugrani a Szabadsághídról. Viszonylag domináns helyen van a könyvben az elején. És összefoglalásképpen hát azért írtam fel azt, hogy válaszok és kérdések, mert alapvetően kaptam válaszokat a kutatásom során, de bennem több kérdés merült fel, mint válasz. Tehát a közös vonásokat fedeztem fel ugye a könyvekben, amiket el is mondtam, hogy az idő manipulációjára használják a szerzők a fényképeket, illetve rekonstrukciós kísérleteket tesznek vele. És nagyon fontos közös vonás volt az, hogy ezekben a könyvekben, amik a várossal foglalkoznak igazából a fényképeken, nagyon kevés ember jelenik meg, nem fontosak a szereplők, még akkor is, ha van rajta egy-két figura.
ellenben az alakok, a szereplők, ők a szövegből jönnek elő. Tehát, hogy kicsit olyasmi, mintha a fényképek a díszletei, a hátterei lennének egy történetnek, a szereplők pedig a szövegből lépnek be ebbe a térbe. És itt hoznám föl példának Lábas Endrének egy idézetét. Sajnos ez pont nem látszik, de akkor felolvasnám. Ő annyit azt írta, hogy ha a tájat akarjuk ábrázolni, emberkék ügetnek a messzeségben, közeledve betöltik a képmezőt, arcuk vonásra és sötétbe burkolják előlünk a tájat. Illetve itt egy másik, egy művészettörténész a ráció nevében így elmélkedett. Elutaznak Rómába, magába az örök városba, és lefényképezik egymást. Egy közönséges buxus előtt. Ott állnak a vágyú bolondok a giszkoz előtt, mely akárhol porosodhatnak. Ezért költik azt a sok pénzt, és utaznak olyan messzire. Még jó, legalább a Kolosszeum csücske látszik a képen. Tehát ezt csak azért akartam megmutatni, hogy ugye alapvetően, hogyha a várost, a tájat akarjuk ábrázolni, akkor egyszerűen nem férnek bele az emberek, és nem is fontosak. Ezt visszhangozzák ezek a könyvek is. És hát a kérdések, amik fölmerültek bennem a végén, hogy akkor most igazából ez a műfaj, amit ezek a könyvek képeznek, ez akkor fotográfia vagy irodalomhoz sorolható inkább. Ugye a kritikák alapján inkább irodalmi megközelítéseik vannak, de kevés helyen érintik a fotográfia szerepét, és még kevesebben tudják ezt értelmezni, hogy ennek hol van a helye. És ami egy picit csalódást okozott, hogy nem találtam alapvetően a képzőművészet, a fotográfia felőli megközelítését ezeknek a könyveknek, tehát műkritikusok, művészettörténészek, fotóval foglalkozó emberi szakemberektől nem találtam írást. Ha valaki tud róla, akkor nagyon örömmel veszem, hogyha megosztja velem, de szerintem ez egy hiánya ennek a műfajnak. És az egyik gondolat, ami felmerült bennem, hogy talán az az alapvető probléma ezzel, vagy problémánk, mert egyébként a műfajon nincs probléma, hogy a fantáziánkat tudat alatt szerintem blokkolja az, hogy gyerekkorunk óta arra vagyunk szocializálva, hogyha irodalmat, szép irodalmat, nagybetűs olvasunk, akkor azt magunknak elképzeljük, és van egy saját vizualizációnk arról, amit olvasunk, hogy ez hogyan jelenik meg. És ezekben a könyvekben viszont ott vannak a képek, amik persze nem baj, és ettől még elképzelhetjük, de ezt még így meg kell szoknunk, hogy nem tudom. Tehát, hogy itt van, hogy ellentétben ütközik a kettő, amit a fejünkben elképzelünk, meg amit látunk, vagy hozzátesz formája. Tehát ez az, amivel kell valamit kezdenünk szerintem. És addig szerintem ez a műfaj nincs kanonizálva, vagy úgymond megértve, amíg akadnak olyan elemzések, amik vagy csak a szöveget, vagy csak a fényképet elemzik. Tehát egy ilyen könyv esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a szerzőnek, mint például a lengyel könyvében, vagy akárhogy csak a borítón is, de megjelenik és fontos többlet. És szerintem ez lenne a cél, ez a küldetés, úgyhogy szólok a kollégákhoz, hogy szerintem foglalkozzunk ezzel a témával. Pozitív példának ismét Falvai Mátyás és Visi Beatrix nevének el kell hangoznia, és végül szeretném megköszönni a segítséget nekik és önöknek a